Csácsomi csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok srácok, újra itt vagyok, új lakon. Ú, basszus, még a címer is le van rohadva már erről az izegépről, oda nézzetek. Na, megszavaztátok, hogy próbáljam meg bevontatni a kirovecet valahogy, próbáljuk meg kimenteni innen, és TMK műhelyben mérjük, méressük fel az állapotát, kérdezzük meg ugye, hogy ott ugye fel tudják mérni, hogy mennyi lesz a javítási költség, egyáltalán érdemes-e megcsináltatni, és ha úgy van, akkor gyűjtünk rá pénzt, vagy hogyha van annyi pénzünk, bár 470 euróból nem hiszem, hogy megcsinálnak egy totál káros kirovecet, akkor megpróbálkozhatunk egy javítatással. Na, a C150-es sem megpróbáljuk kirángatni innen. Ami nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, főleg úgy, hogy ide betolattam, úgy, hogy nézzétek, itt is van egy fa, ott is van egy fa, úgyhogy ez nem tudom mennyire lesz egyszerű, sajnos tűfőrészünk nincsen. Annyit tudok csinálni, hogy lejjebb viszem kicsit a tempomat, ott adok neki egy kézigázt. Megindította, és eddig tartott a lendületünk. Gyerekek! Úristen, gyerekek, baj van. Baj van gyakorlatilag. Gyakorlatilag be van állva ennek a izéje. A fék. Ez minden, ez teljesen halott. Most azért tolok vissza, hogy kicsit tudjak fordulni. Próbálom izomból rángatni, basszus, mert a kis gázzal nem nagyon akart menni. Csak kellene tépjem a vonórúra, gyerekek, de nagy esély van rá szerintem, hogy a vonórúra... Ah, basszus. Ez nem én rángatom a kirovecet, hanem a kirovec rángat engem oda nagy szitu, vagy az a problém, hogy így észreveszem. A gumi neki tud az a fa. Jó lenne egy stílfűrész mi. Ti is úgy gondoljátok, én is. Oké, okay, jók vagyunk, jók vagyunk. Jó, kijött onnan. Oké, okay, én úgy érzem, kijött onnan. Hát... Ó, basszus, ez még lefele se akarja húzni, na mi van ma? Gyerekek, én nem próbálok itten trükközni. Kinézzük torony irány, gyerekek, amit bír. Az lesz, az lesz. Nem akar menni, miért nem akar menni? Menj ma. Adjuk neki még egyet. Fú, vajon miért nem akar menni, halljátok? Kipör megkérdezni, vajon miért nem akar menni, mikor kirovetsz perohadt kerekekkel. Sebességben van, gondolom. Gyerekek, nem tudom. De ez durva. Na, ez durva. Csak a rutbírja, basszus, csak a rutbírja. Szoktátok mondani, hogy küldjem neki, most nem küldöm neki. Nagyon félek, hogy eltöröm a rudat, vagy elszakítom. Na, próbálom egyenesbe tartani, mert az a baj, hogy ez nem nagyon akar arra menni, amerre én húzom. Hanem ő úgy gondolja, hogy mindenképp egyenesen akar menni ez a kiró. És hogyha keresztbe törje a rudamat, akkor bajok lesznek. Próbáljuk meg a rudat egyenesbe tartani. A kombány az pont izébe lesz, akadékba. Hát ja, próbálkozzunk. Csaj, most letaposom, tudom. Most mit csináljak, gyerekek, ez van. Ajaj, hát hogyha nyerünk rajta egy kirovecet, akkor egyre fenne tapossuk le, de én ezt nem akartam végigrángatni az utam, ugye? Hát, hogy elférünk pont mögötte? Jó lesz ez. Adok neki még egy sebességet. Kicsit előrögtem a izén a kézigázzal.
Tényleg ezt a rudat figyelni kéne. Nem, egyszerűen hiába próbálod oldalra húzni, nem hajlandó. Baromira be van állva, kormány szerkezet, minden. De el fog férni. Hát ez nagyon ki van centizve. Nem láttatok semmit, ugye? És még domnak felfele húzzam, azaz. Nem volt elég bajom. Azt a begyár úristeneteket! Ti aztán kitaláltátok nekem a munkát megint. Na meg a kukoricát is letiprom miatta. Le kell volna aratni előre, mi? Tényleg learathattam volna egy csikot, aztán akkor nem lett volna ez a problém. Viszont azt nem tudom, hogy fogok elfordulni. Ugye tényleg úgy van, most nézzétek most, hogy én elfordulok balra, és próbálom arra húzni. Ő nem hajlandó arra menni, hanem megy egyenesen, és el fogja törni a rudamat. Nem, bazd, nagyon, nagyon nem jó, gyerekek. Keresztbe fogja csapni a rudat, el fogja törni. Fogom tudni. Nem tudom, hogy fogom ezt izélni. Elfordítani így. Pedig itt fordulni kellene. Hát tudjátok, mit tudok csinálni? Leakasztok. Látok, leakasztok, ötössel. Lerakom a rudat is. Rohadjon ott addig. Kicsit megnoszogatom a hátulját, nem? És irányba hajtom, úgymond, de óvatosan kellene nekiraknom, mert különben nem akarom összetörni a gépeimet. Most biztos azt mondjátok, hogy ide vagyok, nyuszi vagyok, de nem akarom összetörni a gépeket. Na gyerekek, erre gondoltam, ugye? Mindjárt jó lesz. Igen, és fel tudom úgyis azt is. Nagyon tökéletes, gyerekek, szuper, jó. Ezt így tudom megcsinálni, mert be van állva a kormány, mi egyszerűen nem fordul. Bocs, srácok. Mert hogy azt mondjátok, hogy a francba, hogy így van, de ez van. Én is örülök neki. És az a baj, 45%-os sérülése van már a vonórudnak. És még arra se lesz pénzem, hogy új vonórudat hozzak, és itt marad a kirovec, mint egy bűemléki tárgy, vagy műtárgy. A kukoricaföld közepén sem fogok tudni vele semmit csinálni, mert nem lesz rá pénzem. Ezt érdemes meggondolni, hogy ezt most mit csinálunk. Valahogy nagyon óvatosan ezt TMK-ba be kell juttatnom. Az legyen most a projekt. Vagy megcsináljuk azt, hogy lecsatolok, átfogunk MTZ-re, ezzel meg mindig noszogatjuk abba az irányba, tudjátok. Ez is egy jó megoldás lesz, úgyhogy szerintem azt, lehet, hogy azt fogom alkalmazni. Ez végig szántottuk vele itt az egész területet. Ha kiérünk a kukoricából, lehet, hogy az MTZ-t idehozom. Be van állva, ez darab vas. Belorusz matricát ráragasztotta valami állat. Várjatok, gyerekek. Oké, állj. Oké.
Azt ezt hozom az MT-t, megnézzük, az el tudja húzni, de szerintem el tudja, egyen sík terepen el tudja húzni. Onnan kellett ugye, kellett az erő azért, szerintem az MTZ nem húzta volna ki 80-as MTZ onnan, kellett egy lánc talpas. Ajajajajajajaj, szenvedni kell azért a kirovecér. Itt remélem, hogy itt el tudja vonszolni. És nagyon koncentrálós az a dolog, gyerekek, bocs ez. Basszus, az MTZ-t húzta oda, jó. Hát, először is. Szálljunk ki. Nézzük meg, ezt odébb járok ezzel. Mert megpróbálom, hogy erősbe tolom egy picit, pillanat. Azaz. Jó, mehetjünk az MTZ-be, azt megnézzük, mit tud szegény. Gyerekek! Jó van, viszi. Viszi ez, gyerekek, jó lesz. Egyenes után elrángatja, máshogy szerintem nem nagyon húzingálne. És akkor tudjuk agyúztálgatni, tudjuk lökötni ide-bodébb a kirovecet. Sajnos nézni, milyen módszerekkel odébb menni, mert nézzétek, egyszerűen a képtelenség arra rávenni, hogy forduljon. Most ugye itt kéne végig mennünk földszélébe, de ő... stop, 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 nem, egyszerűen nem jó. Egyszerűen nem fordul el, nem tudsz vele mit csinálni. Ez van. Basszus, hogy néz ki az a kiróta, Jézus Isten. Olyan állat, nem? Ja, ezzel mindig útba kell igazítani. Óvatosan ugye, hogy ne sérüljön. Egy tolólapos csodabogár lenne jó, ugye nem ez, tehát... ez van sráncok, ahogy... Megpróbálkozunk vele. Jó. Megpróbáljuk kihúzni. Rá az útra, hát még nagyon, még nem kevés van. Óvatosnak kell, nem téphetek el semmit, ugye. Benn van a sérülésmód is. És ezek annyira veszélyes dolgok. Ezt itt tépem, összetöröm, nem tudok vele mit kezdeni. Az MTZ is itt rohad, már nem tudom bevontatni, és ugye a rudat is eltépném. És akkor megint az van, ugye, hogy kell a T-150-es, mert megint nem irányba van. Még jó, hogy van két traktor, nem kell mindig lefognom. Éppen így nekifeszítem. Jó. Szerintem jó. Szóval izé... Heston, az remélem, hogy jó helyen van. Jó van, gyerekek, ez ilyen. Ilyen a box. Ilyen a box. Nem tudsz bemenni máshol. Úgyhogy tényleg nem tud elhúzni másfele. Szóval nézd meg! Hiába húzod erre, ő egyenesen megy, és le kell állnod. Mert különben
ugye ez a kerék itt neki durrant a rudnak, és szarna széttöri, és ott már vége van neked. Viszont ezt most az a Heston marha rossz helyen van. Ezt a Hestont kéne kivennem, ráadásul most. Előbb el kellett volna járnom vele, persze. Nem baj, gyerekek, kiszedjük onnan. Annyira hímes tojásként kell bánni a járművekkel most, ugye, hogy van ez a mod. Várjátok. Hogy sérülhetnek. Jó. Mehetünk előbbre. Indulj, 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 indulj. Férjen el, basszus. Ide egy trailert kellene volna fogadnom szerintem, mert itt nagyon necces lesz. Most ide felhúzom, itt se csúszik, itt se, egyszer nem fordul el az oldal, nézzétek meg. Nem, egyszer nem fordul oldalra, és itt már le kell állnom, mert különben törik. Törik, szakad valami, gyerekek, látjátok? Nem lesz ez így jó. Fordítanom kell rajt. Hát igen, ez teljesen le van szedálva, gyerekek. Jó, hogy itt van ez a tész alert fel, ez egy izmos tög. Jó, arra kell figyelnem, hogy át, 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 oké. Nem férek el ott, jó. Húzzad ma, húzzad ma. Olyan mondom, lekotkodál néha. Na és itt megint. Nagyon kicsi múlik, hogy nem, az a baj, tényleg. Hogy srácok, bocs, de ez tényleg így van. Széttöri a rudat. Tudom, széttöri a rudat. Keresztbe csapja, széttöri. És ezt nem tudom megengedni. 468 pénzzel a zsebünkben nem tudjuk megengedni, nem tudunk új rudat venni. Tényleg itt rohad meg ez a kirovec. Amit gondolom, senki nem azt akarja nézni, hogy 10 részen keresztül ezt itt kerülgetem. Ezt most full egyenesbe rakom, természetesen. És akkor mehetünk vele. Egész a kapuig, ott majd beforgatjuk. Az. Oké. Kapunál be kell fordítani, igazából már nincs olyan túl sok vissza. Ja, hát még egy emberrel ugye sokkal könnyebb lenne. De beülni például ugye nem lehet a kirovecbe, irányítani is, semmit nem lehet csinálni. Jó, egy kicsit kigyorsítok, mert úgy szerintem az elbírja. Az itt hallom a gumi hangját. Ide is hurlódik, mi? Jó, adjunk neki még. Jó lesz. Befordulunk. Megnézem, merre lenne a legoptimálisabb. Igen, és látjátok, nem tud elhúzni oldalra. Oldal irányba nem akar, nem hajlandó. Nem hajlandó jönni. Tovább megy egyenesen.
Azt a rohadt életbe, ezt azért megszívtuk keményen ezt a melót. Csak itt kell ezért dolgozni. Ez a lánctalpos, ez hálás, nem? Szeretem. Ti is úgy gondoljátok? Jóféle. Teljesen jóféle ez a traktor. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Finoman beforgatom. Mennyire csak lehet. Még mehet, 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 jó, itt elég. Kicsit előbbre húzzuk, ezt utána a folytatás. Nagyon nem egyszerű. Jaj, a 80-es MT-zeket meg rüellem, ugye nincsen más hajtás, tolja az elejét, mint az állat. Nézzétek, hogy tolja keresztbe. Úgy be kell fordítanunk egyenesbe, ugye különben nem fogunk kireférni a T-150-essel. Úgyhogy így, 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 és akkor most már itt, itt bőven sok is. Kíváncsi vagyok, aki mennyit fog mondani a TMK javítatásra. Hát remélem nem mint 50 ezret. Tényleg kíváncsi vagyok, nem tudom. Hú, nem tudom, gyerekek. Úgy félek, hogy eltépem azt a rudat. Azt féltem legjobban, komolyan. Meghoztuk a kirovecet a TS telepre. Legalább már itt van. Közelben, jó. Ugye ott, ott van az a zöld a TMK műhelyünk. Mindjárt előre futok, megnézem, hogy ki tudom-e nyitni ezt az ajtót. A túloldali az nyilván, azt tudom, de ezt az ajtót jó lenne az idencsőt kinyitni. Akkor mégse az lenne, hogy meg kell kerülnem az egész épületet, hanem itt szépen akkor be lehetne mosonni. Mondjuk az épület megkerülés lehet, hogy az kéne, hogy jó lenne az, hogy itt átmennék. Akkor nem kéne ezen a pici kapun átforgatni, hanem ugye itt átmennénk a búzatárolón. Az lesz, átmenjünk a búzás részen. Gyerekek, most ennek a beton kis izének neki megy. Lehet, hogy az irányba hagyja, ugye? Várjátok, adjunk neki egy kis gázt. Próbáljuk meg. Aha. Aha, azt hitted. Azt hitted, keeper. A majd izomból. Mondom, izé. Irányba áll. Aha. Basztad, kis csikó korodba, keeper. Látjátok, mi a problémám ezzel a kirovetszel. Így annyira maga tehetetlen, hogy... Például most nem, azt sem tudom, hogy fogom azt megoldani, hogy én azt meglökvöm onnan bentről. De meg kell. Be kell valahogy bennem. T-150, azt a petyár, gyerekek. Asszunk át a kirovetszen. Nem egyszerű az élet. A farmon. A TS-be. Ezt ügyetlen be tudok-e oda menni? Ezt még nem tudom. Jó lesz ez nekünk, gyerekek, kis helyen is elfér a pészal, de nagyon tetszik ez a traktor, kezdem megszeretni. Esküszöm, gyerekek. Megtűztünk a lánctalp.
megtűz a Lancelot, nem lesz jó. Jó van, szerintem jó lesz. Gyerekek, nem egyszerű az élet. Várjál ma. Mi még félkeresztbe megyünk, sóriérosan. Így lesz jó. Szerintem viszont ez pont jó lesz, oda be tudunk menni majd. Jó, azt megvezeti egy kicsit az... Jó, az... Csúrlódik a gumi oldala. Jó lesz, az nem számít. Na, csak megint megtölöknem. Hát mit szóval a gyerekek, most meg jöhetek ki onnan. Masó nem fog kiférni. Csak forduljál meg ezzel itt. Tudom, hogy egy helybe kéne fordulnia. Na higgyetek el, nem, nem fordul egy helybe. Mindjárt kikepesztetek valahogy. Nem egyszerű tényleg ez ma. És itt kiférek egyáltalán? Nem fogok, mi? Jó, erre álltam. Basszus. Ez nagyon-nagyon szűk volt. Gépmentés, hát ilyen egy gépmentés. Gyanítom. És ezt akkor lőjük be rendesen, hogy többet ne kelljen tolingálni. Egy darabig. Úgy. Na, húzzuk meg! Jó, ajja jó, végre valami lesz. Na jó, adjunk neki egy kis gázt. Tufelő szépen behúzzuk. Valahogy bevarázsoljuk. Megcsináltatjuk, basszus, megkérdezzük, mennyibe kerül. Egyszerű az élet. Faszt! Képes voltam így berángatni ezt a kirovetszet. Itt egy trailer kellett volna arra valahogy, hogy felvarázsolni, aztán úgy behúzni. Nem izé, nem MTZ-vel, basszus. Figyeljetek, megint izé lesz tömforgás. Szerintem, figyeljetek meg, az lesz, hogy nekivezetem én az oszt betonnak, szépen finoman. Fú, elfordul az, nem? Na, gyerekek, szerintetek? Most tüzé fakult meg az MTZ. Jó lett volna inkább fordítani rajt, mint móskodni. Az MTZ az nem nincs annyira a helyezett magaslatán szegény kiróval. Hoppá, most keresztbe fogom fordítani, akkor az meg jobb új lesz nekem. Hát öröm még itt a rudat legvégén. Az még jó, az még hiányzik nekem, és ott lesz gyerekek, el fogom törni a rudat. Kéne egyenesbe szedni, jó lesz, jó van, jó van, jó, mazling van. Azt a betyár, hát mikor érek én oda ma? Keresztbe egyszer nem tudod meghúzni, figyel. Húzom, mint az őrült, nem fordul keresztbe. Nem sok van vissza, gyerekek, kijövetnének a TMK-ból, azt megnézhetnék, nem igaz? Nem nekem kéne még ezt a pár métert megtennem. Elvileg a TMK előtt már ugye meg tudják nézni, hogy mennyi, mi az ábra, hogyha már odáig elviszed. Tudjuk neki legalább ezt, porozzon az út. Keresztbe csapjam, gyerekek, ezt nézzétek.
Hoppá. Még meg is csúszott. Jó, hogy masszív az eleje a T-150-nek. Mondjuk a guminek feszítem neki szépen, ugye okosan. Valaki kérdezte, hogy a T-150 az Kirovec. Na úgy tudta, hogy egy másik ukrán gyárba gyártják. Azt hiszem, hogy a régiek azok Kirovecek voltak, most már más cég gyártja őket. Ugye még mindig gyártanak valamilyen, nem is tudom milyen néven. Megint fordulhatok. A gyerekek most már tényleg be kéne irányozni oda. Jó van. Legalább a kormány szerkezete működne ennek a szarnak. Akkor nem lennénk így meglőve. És most töröm el a rudat? Legvégén? Nem. Látjátok, egyszerűen nem hajlandó fordulni. Jó, hogy van ez a Lance Stop, és ezzel azért lehet valamit működni, különben tényleg nem tudom mit csinálni, szuper. Na, próbáltam úgy beállítani, hogy még be is menjen esetleg a műhelybe. Mindjárt kiderül, srácok, mindjárt kiderül, hogy mi a szitu. Marhára kíváncsi vagyok. Mondom ti is, hogy mennyibe fog kerülni. Még jó, hogy nem a Baltic-kel elrángattam eladásnál, mi? Nem, még úgy hiányozna. Neki be is viszem a... Ne a szabad égelet legyen, akkor már, most azon nem fog múlni. Az MTZ-t írja ugye, ne tévesszem meg benneteket. És akkor, jött a T-150, teljesen beviszem. Az MTZ-t írja. Az MTZ-t írt, 120 valamennyi eurónak a 8%-os MTZ sérültet. De ez kemény lesz, akkor érzem ez a Kirovec. Érzem, nem lesz olcsó mulatság itt, gyerekek ez. Gyerekek, K700. A K701-est írja, egész pontosan, nem is tudom, 10.000 eurót írt a javítására? Jól láttam. Úgyhogy ez ennyi lesz, igen, ez kellemes lesz. Oké, ezt lecsatolom, és akkor a vonórudat is itt hagyom. Ez akkor már nem kellene. A gyerekek! Ez nem lesz olcsó mulatság, úgy látom. 10.800? Hogy mennyi volt? Mindjárt megnézzük, ám gyerekek, kiszállok, akkor elvileg meg lehet nézni. Megpróbálok kijutni először. Itt hagyom csak azt. Nézzük. Hogy is tudom ezt megnézni? Aha, itt van. K701-es 10.800 euróba kerül a javítás, a gyerekek.
És tudok start javítást nyomni már, mármint így tudok rajta dolgozni, de most egyelőre nem érdemes rákölteni, ha nem tudom megjavítani. Hát gyerekek, figyeljetek, akkor ez egyelőre 1800. Írjátok meg, hogy szerintetek ez megéri-e. Gondoljátok. Mindenképpen lehet, hogy szavazást megint indítok, sőt, leírásból lesz szavazás, hogy ezt mit gondoltok, hogy megéri-e, vagy nem éri meg. És akkor úgy fogjuk ezt megcsinálni. Majd úgy fogjuk akkor. Létrehozni. Jó, hogy akkor legyen-e vagy ne. Jó, ezekkel megyek vissza, mert kéne dolgozni is valamit. Gyorsan végig visszagangolunk. Hát ja, még szerencsé nem nagyon sérült meg több gép. 1800, srácok. 1800 a javítás. Ezt meg kell gondolnunk. De viszont a K100-as ez nem egy rossz darab. K101-es. Úgyhogy... Lehet, hogy meg kéne néznem a boltba, hogy mennyibe fáj, ugye? Meg mennyire tudnám eladni? Az is egy utolsó szempont. Az itt akkor egyelőre az út marad. De akkor ugye ezzel balázni kellene. Nézzük, mennyire tudjuk eladni meg ilyesmi. Varázs. 45 ezerért lehetne eladni ezt a gépet. Ami nagyon sok pénz, 10 ezerért meg tudjuk javítani, viszont meg kell nézni, hogy mennyibe kerül egy ilyen gép. Mennyibe lehetne venni. Ha úgy kell megvenni, akkor 90 ezer gyerekek. Tehát, hogyha elkódja vegyük, akkor 45 ezeret bukunk rajt. Ha megjavítjuk 10 ezerért, akkor mindig el tudjuk adni később. Viszont 45 ezerben van egy K701-esünk. Ami szerintem egy egész kis kellemes gép. Szóval szerintem a 10 ezeret azt érdemes lenne ráfordítani arra. Igaz, hogy nem egy szépség. De azért egy univerzális erőgépnek aznak teljesen megtenné. Jó, gyerekek, hát ma nagyon munkálkodni nem tudtunk. Következő részben dolgozunk, mind az őrültek. Kihozom az MTZ-t is, ugye az MTZ-be hordjuk a szemet, lehet, hogy be is kéne hoznom, ugye fullon van az árpácska. Ja, hát ott hagytuk, basszus. Ott hagytuk. Ja, jó van, srácok, bemegyek. Ott kimegyünk. Na, ah, írját, vagy szavazzatok. Szavazatok, lent vannak a lehetőségek, ott van a link, rányomtok, telefonon mindenhol lehet szavazni, hogy mégis mi legyen a K701-jel. Eladás, javítás. 45 ezerért nem sok mindent tudunk elvenni. Úgy vegyétek, hogy a Rabasteiger igaz, hogy még nincs átírva, de 100 ezerbe került, tehát ez nem nagyon... Ja, itt a szem, jó. Beviszem az árpát. Meg már valamit csináljunk, nem igaz? Meg még lehet, hogy még egy pótkocsit majd kéne vennünk. Írtátok, két pótkocsival nyönjek az MTZ-vel akkor ma. Lehet, hogy jobb lenne, mert ez nagyon kevés. 12 ezer fér rá. Ja, és akkor meg ugye eladásokat is tudnám eszközölni, és akkor jönne a pénz, és akkor meg tudnám csinálni K100-at. K101-es tudom, nem K100, mindig én gondolom azt. Na itt a repce, itt a búza. Most meg kell nézem, hol van. Hol kell vinnem az árpát? Valaki tudja? Kukorica. Most végigfutok, mert nem tudom, tényleg nem tudom, hol az árpának a helye. A repceje az ugyanaz. Burgonya cukorrépa, búza. Érdekes. Napraforgó. Napraforgó. Hol van ez, ne szórakozzál velem. Hol az árpa? Aha, ez lesz, ezt fogadni mernék. Nem. Ez a kukoricás. Kukorica, repce, búza. Hol van az árpa? Ne haragudjál.
ez valami vicc. Hol az árpa? Hol van a tárolója az árpának? Mi az nincs? Ez olyan nincs, olyan nem létezhet. Ez milyen? Gépszín? De olyan balgom. De ez csak a íze, nem? Csak a búza. Nincs olyan, hogy fele búza, fele kukorica. Másik oldalt is búza van? Várja. Búza. Itt szívatnak anyám stopba. Repce, napra forgó, minden van, csak az nincs, ami kéne. Itt tudom megtölteni, jó, azt tudjuk. Napra forgó. Jó, a izé, krumpli vagy micsoda, ugye? Hallod? Most tényleg kezdem unni. Hát, bevágyunk itt is, kitárjuk ezt a kaput is. Állattartási rész. Itt van bazza az árpa hátul, vagy rohagy meg. Hol van a kapunyitás? Ide kell hozni. Te Isten! Hát ez miért külön van, hogy rohadjál meg? Jó van, beviszem ide hátra. Kirovetsz meg ott pienget, jó van, benne a színbe. Majd neki állnak TMK-nál, hogyha lesz rá a pénz. Meg hogyha megszavazzátok, ugye? Bocsony, gyalogolok, de én autentikus gameplayt akarok, nem az, hogy... ezélek. Ide-oda tabolgatok. Indul. Jó. Jó, meg lassan ugye az idő is fog menni. Aztán ugye éjszaka is fogunk játszani. Korom sötét éjszaka, mivel ugye reális éjszaka mód van beragva. Tehát nem félhomályban, korom sötétbe fogunk, ahogy a valóságban. Na itt hogy kell üríteni? Itt azt nézzük már meg. Oda kell üríteni, jó. Kirakodás itt a kúja. Nagyon fasza. És akkor itt tellik, ugye, rendesen láthatóan. Marha jó meg van csinálva, de nem itt kell megtölteni, hanem a silóba ugye meg tudod tölteni. Jó van, srácok, oké, szuper. Kimegyünk vissza földhöz, aratást befejezzük a következő részbe. Ekét is kellene venni. Írjátok meg, hogy mit csináljunk. Én szerintem az kellene, hogy akkor lehet, hogy végzünk azzal a földdel, meg a kukorica földdel, és akkor nekiállhatnánk eladni mindent. És akkor meg tudnánk csinálni a kirovecet, és azzal meg tudjuk munkálni normálisan a földet, mert ahhoz lenne nagy eke. Meg nagy borona ugye, nagy tárcsa, IH tárcsa. És akkor azzal lehetne normálisan dolgozni, de most ilyen picikkel nem nagyon akarok nekiállni egyelőre. Jó, az MTZ-t is be lehetne fogni, meg minden, meg ugye bérmunkásra akkor lenne pénz, ugye. Akkor tudnánk fölvenni culágert. Ha veretjük rendesen, kicsit óvatosabban kéne. Hát itt meg ugyan jól letiportuk. Ugye a maradékot meghagyjuk. Jó van, srácok, hát ezt a földet mindenképp learatjuk, a búzát azt lehet, hogy le kéne durrantani. Ugye meg még van ott mellette túloldalon is árpasszam. Ezeket a földeket úgy meg kéne csinálnunk. Meg eladásra kéne nyomni a cuccot. Na, jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Hát, jó, végig szántottuk itt a területet mi. Akiről vetsz, de az a lényeg, hogy sikerült, 18-ba kerül, szavazzatok, lenn van a leírásban a link, szavazzatok, légy szíves, hogy mi legyen a sorsa. Sziasztok! Szakaszni a
a tau.